Kedves nézőink, állásbőrzére várták az érdeklődőket október 27-én az Ajkai Szabadidő Központba. Az állásbőrzén közel 250-en jelentek meg, közülük majdnem 70-nek tudtak állást ajánlani, akik nagy valószínűséggel hamarosan el is tudnak helyezkedni majd. Kérem, tekintsék meg erről szóló összeállításunkat. Állásbőrzére került itt sorban Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont aulájában. Kik várják itt az érdeklődőket és milyen állásajánlatokkal? Igen, többféle állás lehetőséggel várjuk itt az érdeklődőket. Magának az állásbőrzének a szervezője a Menetwork Kft. Ugye mi munkaerő kölcsönzéssel és munkaerő közvetítéssel foglalkozunk immáron 17 éve itt a térségben Veszprém megyei központtal, valamint még a partnereink az Életet Segítő Alapítvány megváltozott munkaképességűeknek ajánl munka lehetőséget, valamint a Melódiák Iskola Szövetkezet kimondottan diákoknak tud különböző munkalehetőségeket ajánlni, akár iskolai időszakban, akár pedig a szünet időszakára. Ami miatt szerveztük ezt az állásbőrzét, az azért van, mert itt a térségben is szeretnénk megerősíteni a szerepünket, ami nagyon fontos, hogy több partnerrel állunk kapcsolatba, akár Veszprémben, akár Pápán, ahová tudunk ingyenes szerződéses járatokat biztosítani. A mi fő feladatunk az, hogy ezeknek a partnereknek az állásajánlatait összefogjuk, és közösen ajánljuk az érdeklődőknek, tehát lényegében koncentráltan tudnak érdeklődni itt a különböző munka lehetőségekről. Nagyon fontos, hogy tudunk ajánlani betanított jellegű munkákat, szakmunkákat, valamint diplomásoknak is tudunk munka lehetőségeket ajánlani itt a térségbe, és a célunk az, hogy itt az Ajkai térséget is minél jobban bevonjuk a térségnek, illetve megjelenek a munkaerőpiacába. Immáron 72 településről tudunk ingyenes szerződéses járatokat biztosítani, Ajka környékéről, akár Sümegről, Kertáról, tehát a Somló környékéről, Devecserből, és tervezzük, hogy a közeljövőben jövőben a Nyírád-Halimbai vonalat is bevonnánk ebbe a munkalehetőségekbe. Milyenek a statisztikák, milyen munkák iránt érdeklődnek leginkább, és a részvétele arányában kik azok, akik ténylegesen ezt a munkát is vállalnak? Az állásbőrzén, illetve a tájékoztatókon is nagyon jól látható, hogy a legtöbben a betanított jellegű állásokat keresik. Nagyon sokan vannak, akik szakmával rendelkeznek. Mi elsősorban a gépipari, fémipari szakmákat tudjuk ajánlani, illetve itt tudunk munkalehetőségeket ajánlani, és a diplomásoknál is a gazdasági, pénzügyi, műszaki vonalon, vegyészmérnököknek is tudunk még lehetőséget ajánlani. Tehát elég széles a palettánk, érdemes eljönni a tájékoztatóinkra. Ez most egy nagy rendezvény, hiszen tapasztalt, hogy tavasszal is van állásbőrze, de az őszi időszakban is ezek a nagyobb cégek mind munkaerőigénnyel jelentkeznek nálunk, viszont mi havonta visszatérünk Ajkára, tartunk itt tájékoztatókat, ahol elmondjuk a részletes információkat a különböző munkalehetőségekről, ahová szükséges az előszűréshez a tesztet is meg lehet írni, és utána történik a felvételi, tehát akár egy-két napon belül munkába is lehet állni nálunk.